90-es évek vége ritka progresszív időszak volt a hollywoodi filmgyártás történetében. Sorra jelentek meg olyan filmek, melyek kérdéseket tettek fel a valóságunk, illetve a valósághoz fűződő viszonyunkkal kapcsolatban. Ebben a kis videóban az egyik legikonikusabb filmet szeretném mélyebben elemezni. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy körülbelül lehetetlen a film minden részletét, minden apró kis szimbólumát, utalását maradéktalanul kitárgyalni, és talán nem is feltétlenül célra vezető. Inkább arra irányulna ez az elemzés, hogy a Matrix különböző rétegeinek fő nyomvonalába engedjen egy kis betekintést, ezáltal titeket is arra sarkaljon, hogy figyelmesebben nézzétek végig a filmet. Ugorjunk hát bele a nyúl üregébe. ...1999-ben az akkor még Larry és Andy Wachowski névre hallgató testvérpáros atombombát zúdított a világra. A bomba neve Matrix volt. A film egy szempillantás alatt kultuszfilmé vált, köszönhetően a hihetetlenül egyedi és vagány látványvilágának, látványos akciójeleneteinek és korszakalkotó vizuális effektjeinek. A filmnek ez csupán a felszíne volt, így ebben az elemzésben erre nem is szeretnék kitérni. A Matrix alapvetően három síkon játszódik. Az első rétege, a felszíne, ugyebár egy eszméletlenül látványos sci-fi akciófilm, amely arról szól, hogy a nem túl távoli jövőben az emberiség megalkotja a mesterséges intelligenciát, majd összeakasztja vele a bajszát, ami eredményeképp az emberek elemekké lesznek a gépek erőműveiben, életük pedig egy virtuális valóságban zajlik, ahol élhetik átlagos hétköznapjaikat, miközben a valóságban dunsztos üvegekben lebegnek gépekre kötve, és a saját halottaikkal etetik őket intravénásan. Maga a film Neo történetét meséli el, aki ebben a virtuális valóságban, a Matrixban kutat válaszok után. Érzi, hogy valami nem stimmel a világgal, és érzései valósnak bizonyulnak. Maga a sci-fi réteg nem állít semmi bonyolultat. A valóság, ahogy érzékeljük, nem igaz. Csupán egy virtuális világban élünk, ahonnan ki kell törni. Bent vagyunk. Oké. Lássuk csak a film második rétegét. Ezzel már kevesebbet van foglalkozva. Volt már olyan álmod, amiről biztosan érezted, hogy valóság? Mi lett volna, ha képtelen vagy felébredni belőle? Hogy különböztetnéd meg az álomvilágot a valóditól? Tekintsük a filmet egy művészi allegóriának. Az allegória a metafora kiterjesztése. Szókép, melynek segítségével az ábrázolt események, személyek vagy elvont fogalmak kapnak egy második, egy rejtett jelentést, értelmezést. Az allegória lehet rövid, de végigvonulhat egy mű egy részén vagy teljes egészén is. Ha itt tekintünk erre a filmre, rossz hír, hogy ez bizony elég keményen jelenkorunk fogyasztói társadalmáról szól. Megálltál valaha megbámulni, megcsodálni zseniális szépségét? Emberek milliárdjai élik le az életüket. Öntudatlan. A film alapállítása tehát ez. Öntudatlanul éled le az életed egy álomvilágban. Olyan mechanizmus szolgálsz ki, melynek létezéséről és működéséről fogalmat sincs. Csupán egy elem vagy a gépezetben. A valóságodat kérdés nélkül elfogadod olyannak, amilyen, úgy, ahogy van, miközben leéled az életedet egy kis börtöncellában. Hogy mi is a Matrix? Börtön az elméd számára. Bizony tehát itt most nem egy fizikai börtönről beszélünk. Sokkal inkább egy szellemi síkon létezőről, mely legalább akkora korlát, ha nem nagyobb. Szabadítsd fel a tudatod. Lássunk csak egy példát, hát a kis hazánkban ennek a börtöncellának még a méreteit is megadták nekünk, hogy ne legyen kétségünk, milyen keretek között mozoghatunk. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. A Matrix mindenütt van. Körülvesz minket.
Még most, ebben a szobában is. Azt látod, ha kinézel az ablakon, vagy ha bekapcsolod a tévét. Mindig érzed, mikor munkába mész, vagy épp templomba. Mikor befizeted az adót. Ez a világ, mellyel eltakarják szemed elől az igazságot. Az igazságot? Hogy egy rabszolga vagy, Neo. Lássuk csak, hogyan is néz ki ez a rabszolgaság a filmben. Hogyan is nevezzük az embert, akire elemként tekintünk, miközben megfosztjuk minden szabadságától és emberi mi voltától? Mit is látunk itt szó szerint? Emberi erőforrás. A kor, amelyben az emberre csupán erőforrásként, nem pedig egy önálló, gondolkodó érzőlényként tekintünk, bizony eljött. A láncok úgyfest nem hullottak le, csak átkerültek a fejünkbe, és mi ellenkezés nélkül elfogadtuk azokat. Emberek vagyunk, vagy erőforrások? A döntésünk tudatalatt megszületett. Emlékszünk-e egyáltalán még, hogy mit tesz minket emberré? A filmben kétféle ember kerül megkülönböztetésre. Az első, aki elfogadja a rendszert az abszolút valóságnak és igazságnak, és minden önálló akaratot nélkülözve csupán egy programként él tudatlanul. Meg kell értened, a legtöbb közülük nem érett meg a valóságra. És sokuk úgy megszokta, oly gyógyíthatatlanul függ a rendszertől, hogy foggal, körömmel védeni fogja. A második az, aki kérdéseket tesz fel, és kutat a válaszok után. Mi az a Matrix? Használja azt, ami emberré teszi, vagyis az emberi agyát. Erre később még részletesebben is kitérünk. A film harmadik szintje, és talán mindközül ez a legérdekesebb, a spirituális. Ezt a szintet igazán mélyen azt gondolom csak a trilógia teljes egészében lehet jól kibontani, de már itt is elég erőteljesen megjelenik. Én csak az ajtót mutatom meg. Neked kell belépni rajta. Nem a kanál hajlik, hanem te magad. Inkább itt még az ezotéria, nem pedig a mély spiritualitás szintjén. A film végére körülbelül ahhoz az egészen felszínes állításhoz jutunk el, hogy az lehetsz, aki csak akarsz, nem fontos, milyen körülmények közé születtél. Láthatjuk is elég jól, ahogy Neo azonosul ezzel a gondolattal, és a rész végére szó szerint teljesen elszáll. Kicsit nézzük meg jobban főszereplőnk Neo nevét. Ugye, ami eredeti nyelven elég nyilvánvaló, a Neo, a One, azaz a kiválasztott vagy az egyetlen anagrammája. A szó eredeti jelentése új, amely szimbolizálja az új embert, a tudatos embert, valamint az úgynevezett neokortexre is utal, amely az emberi agyunk legfejlettebb része. Az, ami megkülönböztet minket az állattól, ami a tudatosság felé vezet. Vagyis főszereplőnk nem más, mint a tudatos ember. És vajon hogyan is indul a tudatosság? Ismerd meg önmagad. Felébredés, kérdések feltétele, önmagunk mélyebb megismerése, szembesülés saját démonainkkal, és kitartás. Rengeteg kitartás. A Matrix volt a legfogyasztóbarátabb a három film közül. Talán ennek is köszönheti, hogy sokkal sikeresebb lett, mint szerintem nem kevésbé értékes folytatásai. De azt mindenképp fontos megérteni, hogy ennek a résznek a végén csupán egy New Age, komfortos állításig jutunk el. Légy az, aki akarsz, tedd azt, amit akarsz, aki nincs veled, az nem számít, a rendszer csak azért van, hogy visszatartson. Ez az állítás pedig bár kényelmes, de nem fenntartható hosszú távon. Valójában csak egyik illúzióból csöppentünk a másikba.